Na no, hát akkor, ahogy már említettük, itt van a első két vendégünk, Barko jó jó kíván... reggelt kíván... Jóreges jó és Gémesi György. Jó reggelt, jó reggelt kívánunk. kívánunk. Jó reggelt. Ezzel a témával kezdenénk akkor, jó, nem baj, elnök úr, akkor az ön témájával, az önkormányzatok helyzetével. Emily ugye felvetette azt a fontos kérdést, nyilván amit most nagyon sok önkormányzati vezető érdekel és főleg ahol mondjuk ellenzéki vezetésű, hogy ők most kárvallotjai lesznek ennek az évnek, a 2021-es évnek? Ez mondjuk egy kijelentés, vagy egy egyértelmű kijelentés lehet? Ez egy döntés, ez egy politikai döntés. döntés a miniszterelnök úrnak, hogy az önkormányzatok, akik nem fideszesek, és itt soroljuk az összes többi ebbe a másik kategóriába, itt nem feltétlen ellenzékinek kell lenni. Én speciál független polgármester vagyok, nem vagyok kormánypárti, jobboldali vagyok, de független polgármester vagyok. Tehát, Kategorizálom saját magamat. Tehát aki nem oda húz, aki nem ott kapja meg a feladatokat és a kommunikációs központban legyártott üzeneteket, és nem csinálja meg, az gyakorlatilag egy másik oldalra lett áthelyezve, és ezt most a finanszírozáson keresztül érzékelteti a miniszterelnök úr, azt a stratégiát hajtja végre, amit 2012-ben már beírtak az alaptörvénybe, amikor elvették az önkormányzat, a települések önkormányzáshoz való jogát. Ezt akkor senki nem vette észre, ugye mondták a szövetségek, én magam is, mint önkormányzati ember, és onnantól kezdve szép lassan, és most egy kicsit felgyorsultan, nyilván a tavaly október 13-ai után, egy kicsit felgyorsultan ezt a stratégiát valósítják meg, és ennek itt karácsony előtt láthattuk egy olyan jelzését, hogy, hogy egész egyszerűen elképesztő, ilyet nem tapasztaltam az elmúlt 30 esztendőben, hogy egy kormányzat ilyen szinten viselkedik az őt nem támogató, vagy nem az ő csapatához tartozó önk, vezetésű önkormányzatokkal. Tehát nyilván mindenki tudja, hogy a iparüzési adó, a kis és középvállalkozások iparüzési adójának lefelezése után néhány nappal azonnal a a 10 uh, fideszes vezetési megyei úvárosnak 1,4, közel 1,4 milliárd működési támogatást adott. Ez egyértelmű üzenet. Hát, ott ott kompenzált egyenlőre. Ugye még a, a, kompenzálási mechanizmus nem indult el, de ezt rögtön karácsony megkapták, és akkor ugye most azt uh, volt még ebben a döntésben, hogy a 25 ezer alatti települések automatikusan kompenzálódnak, tehát a kieső bevételt megkapják. Ezt sem értem, hogy miért pont 25 ezer, és az a feleti településekkel majd valaki aki valamikor, valamilyen formában egyeztetéseket fog. Ugye csütörtökön lesz az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának az ülése, amit ön meg is köszönt, hogy ezt a belügyminiszter lehetővé tette. Mindkettejüktől kérdezzük, hogy uh, nyilván ez egy megbeszélés lenne arról, hogy akkor mihez kezdjenek így most az Önkormányzatok, hogyan tudnak itt nyomást gyakorolni, hogyha ez a döntés már megszületett. A nyomásgyakorláshoz és az emberek érdekeinek a képviseletéhez elsősorban párbeszéd kéne. Csatlakozom polgármester úrhoz. Úgy tűnik, mint Orbán Viktor másfél éve nem tudná feldolgozni azt, hogy a városok többségét és a kerületek többségét nem egy fideszes potentát vezeti, aki a központból kapott kommunikációs utasításokat hajtja végre. És ahogy elhangzott a felvezetőben is, milyen fontos lenne a párbeszéd, de milyen párbeszéd az, amikor az egészséges Budapest program keretében, ami biztosítaná azt, hogy a kerületek kerületi szinten lássák, el szakellátást, ott a 2020-as év utolsó magyar közönyében december 31-én egy fél sorban vonnak meg forrásokat az önkormányzatoktól, csak a demokratikus koalíció által igazgatott önkormányzatokat tudom mondani. Például a harmadik kerületben 3,5 milliárdot vesznek el, és emiatt nem fejlesztetik tovább a Csavánka csavánkatéri téri rendelőközpontot. Például a 15. kerülettől összesen 3,5 millió forintot vonnak el, egyetlen tolvonással 430 milliót a lelki egészség központtól a járvány közepén, tehát amellett, hogy egyáltalán nem kezelik a járványt, elbuknak a járvány elleni harcban, még a végletekig kivéreztetett egészségi központokat és a végletekig kivéreztetett egészségügyi, ö, magyar egészségügyet is tovább sarcolják. De azért egy mielőtt... a másik részét, hogy a 12. meg a 17. kerület 8,8 milliárd forinttal többet kap. Ugyanúgy egészségügyi a fejlesztés, fideszes ez a fideszes városok, kerületek megkapják ezt a kompenzációt, mm. valamennyit kapnak az ellenzéki városok és a kerületek, de nagyon fontos ezt hozzátenni, hogy ez célzott támogatás, és ha már az iparűzési adó szóba került, ugye azt mondták, hogy az iparűzési adó felének az elengedésével akarják segíteni a kis- és középvállalkozásokat. Mindeközben megígérték, hogy a hiányzó bérköltségek kétharmadát meg fogják téríteni. Szintén a december 31-i magyar közönyben megjelent, hogy szó sincs erről, 50%-át meg. Tehát mi emlékezzünk rá, hogy mivel kezdte Orbán Viktor a kormányzását, azt hazudta, hogy senkit nem hagyunk az útszélén. Ehhez képest azt látjuk, hogy az ellenzéki vezetésű kerületeket, az ellenzéki vezetésű városokat, a kis- és középvállalkozásokat és még az egészségügyet hosszan sorolhatnánk, mind-mind az útszélén hagyják, az egészen vérlázító. Ugye a párbeszéd, ahogy ön is fogalmazott, szóvívő rendkívül fontos. Önök, miközben itt a beköszönésnél Emiliával említettük azt, hogyha nem így vita alakult ki üzengetés szempontjából és Orbán Balázs között, ez vezet, vagy vezethet -e valamilyen megoldásra? Két dologról beszélünk, az előzőhöz térjünk vissza, itt az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa, ez egy hivatalos fórum, nyolc önkormányzati érdekszövetség, amelyeket a budapesti önkormányzatok szövetsége is, és a magyar önkormányzatok szövetsége, mint lakosság arányosan a legnagyobb önkormányzati szövetség is tagja. Itt mi beszélgetünk, majd el fogunk beszélni egymás mellett, ez nem először kerül megszervezésre, ez egy jogszabályban rögzített Párbeszéd, lehetőségét biztosító fórum, illetve tulajdonképpen egyeztetést biztosítana. Nyilván el fogjuk mondani azt, amit gondolunk ők is elmondják, és aztán szépen hazamegyünk. most ez online lesz, úgyhogy még bonyolultabb lesz a megszervezése. A másik. Na de áj, 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 tehát, hogy elmondják, aztán szépen mindenki hazamegy vagy va a gépet, de akkor ennyi, tehát, hogy az eddigi döntések alapján nem árul zsákba macskát a kormány, nem, akkor nem, miben nem, reménykedhetnek. Nem, nem. Ezt, ezt nekik össze kell hívni, egy kezdeményeztük, és tényleg Pintér Sándor úr, ezt a kérésünket akceptálta, hogy akkor most a költségvetések készítésének stádiumában beszéljünk arról. Nyilván a kérdés, mi van a Coviddal, ez az elsődleges kérdés, ugye ott vannak a oltási folyamatok és a többi. A másik nagyon fontos kérdés, amit ki kell bontani, pedig az, a, mi lesz a kompenzációval. Feltetően erről kapunk információt, hogy aztán mindent azt nem tudom, mm. és akkor ennek következtében megyünk majd tovább helyben a települések költségvetésének készítésével. A másik dolog Orbán Balázs, én nem tudtam, hogy van önkormányzati a belügyminisztériumhoz tartoznak az önkormányzatok, mint politikai partnerhez. Orbán Balázs egyszer csak írt egy levelet. Egy levelet írt, amiben én voltam a központ, és ezt nekem írta. Ezt hé múlt hét hétfőn előbb olvasta mindenki a Facebookon, míg itt megérkezett volna, pénteken érkezett meg hozzám. Tehát még egyszer, hétfőn kimegy a saját Facebook oldalára az összes kormánypáti sajtó, engem cikiz, nevezzük ezt finoman így, és ö, én nem kapom meg a levelet, ami egyébként minisztériumi fejlétszes, és nekem van megcívezve, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökének, hogy állítólag én félretájékoztatom a publikumot önkormányzati kérdésekben. Egyetlen egy konkrétum nincs benne, hogy miben tájékoztatom félre, de benne van egy kormány propaganda szöveg. Szerdáig vártam, válaszoltam, ennek a válasznak szakmailag ott van minden pontja tételesen, és a leglényegesebb része, ha Orbán Balázs, aki valóban affinitást érez az önkormányzatok iránt, én bármikor szívesen nyilvános vitára kiállok, tehát akkor beszéljük meg ezt a nyilvánosság előtt, hát ha itt talán ebben a stúdióban is lesz a lehetőség. Köszönjük szépen, hát ha összejön. Megyünk tovább, mert van még egy fontos témánk. Mert hogy egy felmérés szerint... Igen, mert hogy egy felmérés, egy uniós felmérés szerint több mint fél millió olyan ember él ma Magyarországon, aki nem tudja kellőképpen felfűteni az otthonát. Az elmúlt években ez a szám még rosszabb is volt. Ezzel a témával jövünk vissza, egy rövid bejátszóban összefoglaljuk az adatokat. 2019-ben az Európai Unió teljes lakosságának 6,9%-a nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát. Derül ki az Eurostat jelentéséből. Ugyanez az adat 2012-ben még rosszabb volt. Akkor tájt az uniós lakosság 10,8%-a vallotta azt, hogy az otthona nem elég meleg. Jelenleg az EU középmezőnyében helyezkedik el Magyarország a maga 5,4%-os arányával. Ez azt jelenti, hogy több mint fél millió olyan magyar él hazánkban, aki nem engedheti meg magának, hogy otthonában kellő meleg legyen. Az unió egészét nézve a bolgárok vannak a legrosszabb helyzetben. Itt a lakosság 30,1%-a nem tudja kellő szintűre fűteni a lakást, ahol él. Litvániában és Cipruson is hasonló a helyzet. Az otthoni komfortérzet hiányát az euróstat szerint leginkább két tényező, a pénztelenség és a lakóingatlan energetikai helyzete okozza. No, uh... Mennyire elkeserítő ez a helyzet, ugye a statisztikából kiindulva, akkor ezek szerint középmezőnnél tart Magyarország. Teljesen elképesztő visszautalva arra, amit előbb is mondtam, hogy amikor azt hazudjuk, hogy senkit nem hagyunk az útszélén, akkor 2021-ben még mindig ott tartunk, hogy félmillió ember Magyarországon nem tudja kifűteni a lakását, és hogyha egy kicsit ellépünk ezektől a számoktól, akkor azt is látjuk, hogy az élet többi más területén sem jobb a helyzet. Milliárdokat költenek el, például a várfelújítására 70 milliárdot, motorsportra 20 milliárdot. Amióta a második hullám megérkezett Magyarországra a járvány második hulláma, minden egyes nap 451 millió körtöttek versenysportra. Ebben olyan tételek is szerepelnek, mint a Nemzeti Kincsnek csúfolt Fradikának szánt 3 milliárd forint állagmegőrzésre, vagy nem is tudom, a frissen épült stadionjukra, a teljesen üres népstadion, Puskás Ferenc stadion, kinek hogy tetszik, 2 milliárd forintért őrzik. Azt a stadiont, amit a európai és a német példához hasonlóan nyugodtan át lehetne alakítani oltópontokká, mert arról is beszéljünk, hogy itt vagyunk 2021 elején, és nincs egy világos oltási koncepció, nincs egy világos oltási protokoll és oltási terv, egy olyan oltási terv, aminek úgy kéne kinézni, hogy az ember regisztrál, utána válasz e-mailben kap egy időpontot, kap egy helyszínt, hogy hova menjen oltakozni. Ez itt nincs itt, hogy az emberek regisztrálnak, akkor egyrészt, hogyha nem figyelnek oda, és mind a két rublikát beixelik, akkor a Rogán Antav vezette propaganda Minisztérium, a kormányzati kabineti roda is megkaphatja az adataikat, nem tudjuk, hogy mire fogják használni. Másrészt pedig kapunk egy sorszámot, amiről nem tudjuk, hogy hol fognak minket beoltani, milyen vakcinával fognak minket beoltani. Orbán Viktor legutóbb az blöffölte a Kossuth rádióban, hogy ugyanott fogunk oltakozni, ahol majd szavazni is fogunk. Ennek semmi látszatja nincs eddig, Tehát, és mindemellett te ez elszomorító, hogy tényleg félmillió embernek kell a fűtésen is nélkülözni a Magyarországon, és ja. mehetünk akkor tovább. Azért a DK-sok között nincs sok fratista, úgy látom. Ez a Nemzeti kincsnek csúfolt fradika, fradika, abból azért így kiderült, Én hogy rájuk nem vagyok, majd vagyok de rögtön ott van Gréci Zsolt barátom, aki még a Ferencváros baráti körének is a tagja. Úgyhogy nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy egy ö, megint olyanokra szórunk el milliárdokat, ami megkerülhető lenne, és helyette, itt majd nyilván polgármester úr is el fogja mondani, ö, alapítványi fenntartásba veszünk egyetemeket, ö, hozzá behúzunk különféle kastélyokat, most épp a Gödölői Királyi Kastély ö, került szóba legutóbb, ugye ahol elképzelhetjük már, hogy Lázár János Darutólas fővekben mondjuk semmilyen Zsoltal vadázgat a Gödölői Kastély kertjében. Uh, tehát uh, ez a, ez a... ezt így gémes, hogy is ilyen, ilyen, Nincs az -e még elég elég Ha Nem menjünk el az az irányba. Az eredeti kérdésre visszatérve az a probléma, és valóban riasztóak ezek az adatok, hogy ennyi ember nem tud fűteni, hogy az önkormányzati kassza kifosztásával, amit a kormány az elmúlt időszakban demonstrált is, elfogyott az önkormányzatoknak az a mozgástere, vagy nagyon beszűkült, ami tud segíteni. Mert hogy ők kopogtatnak ilyenkor ha a hozzá, ho Hova menjen a szerencsétlen? Bekopogtat a polgármesterhez, és a polgármester széttárja a kezét, vagy azt mondja, hogy ennyi tűzifát tudunk adni, vagy ezzel tudunk segíteni. De ez Tehát, életszerű, hogy tényleg egyszerű. jönnek ilyen problémákkal? Hogy Most a fogadó napok a Covid miatt korlátozottak, de azért levélben jönnek a kérések, nem tudok fűteni, ez még a, ilyen szempontból a legkevesebb, sokkal nagyobb probléma az, hogy nincs állás, nincs már meg az a bevételi oldal, amivel ő gyakorlatilag a, a saját maga fenntartását biztosítani tudja. A fűtés az egy dolog ilyenkor télen, pláne most jön a hideg, a másik az, hogy hogy, tudjuk, hogy tartja fönn magát az, él, az él érintett. Uh -huh. Úgyhogy a Gudolik Kastély az egy nagy téma, úgyhogy abban most én nem uh -huh. mennék bele, mert azért az ennek van a, egy, ér ennek egy másik oldala is, meg az a egyetemnek bort. is, de az egy másik téma. Bocsánat, csak hadd kanyarodjunk vissza egy kicsit az oltáshoz, mert itt azért az elmúlt hetekben nagyon sok olyan elemzést láttunk, hallhattunk, ami pont azt uh, próbált elmondani a szavazópolgároknak, meg az ország lakosainak, hogy a politikának, vagy a politikusoknak rendkívül nagy szerepe van abban, abban hogy hogyan beszélnek az oltásról. Kíváncsiak lennénk arra, tényleg ugye most azt olvastuk, hogy ugye mi Emiliával ugye beszéltünk erről, hogy most kötelező lesz ugye mindenkinek regisztrálni ahhoz, hogy az oltást ugye megkapja, ami viszont nem kötelező, de ajánlott, Ellenben elégedettek-e önök például az oltási mechanizmussal? Azzal, hogy mondjuk eddig több mint 40 ezer ember kapta meg Magyarországon az oltást, és hogy hány millió vakcina érkezik, több mint három millió vakcina érkezik ide. Szerintem az nagyon az világosan szét kell választani két dolgot. Egyrészt azt, hogy az Európai Unió a munka nagy részét elvégezte. Bevizsgált és engedélyezett egy biztonságos oltószert, és ebből elkezdte Magyarországra leszállítani azt, ami Magyarország megrendelt. Másik részről ott van az Orbán kormány, aki ebben az ügyben semmit nem tett, sőt, hát ez nem is csoda egyébként, ugye, amikor lezárták Magyarországot, akkor a Demokratikus Koalíció világosan elmondta nyár elé óta, hogy aki nem tesztel, az előbb-utóbb zárni lesz kénytelen. Követeltük szeptemberben a lakosság teljes, tömeges és ingyenes tesztelését, nem történt meg karácsony előtt azt, hogy legalább azokat teszteljék le, akik haza akarnak menni, idős hozzátartozóikhoz karácsonykor nem történik meg, most pedig nem látjuk azt, hogy milyen módon és milyen rendszer szerint fog elkezdődni és végbe menni ez az oltás. Borzasztóan el vannak maradva. Orbán Viktor ugye maga mondta, majd ez később cáfolta, hogy ilyet mondott volna, hogy a járvány elleni védekezés egy az egyben a kormány felelőssége. Aztán, amikor kiderült, hogy most már több mint tízezer halott van Magyarországon, és hogyha csak a második hullámot vesszük, akkor 190 ország közül Magyarország a hatodik legrosszabbul teljesítő ország, tehát a világ 97%-án jobb a járványhelyzet mint nálunk. Nagyságrendileg arányaiban ott tartunk, mint az Egyesült Államok, ahol tudjuk, Némes hogy milyen a járványhelyzet. Szóval. Mindezek Egyövően után még mindig nem csinálnak. Nagyon, sem. nagyon röviden egyrészt orvosként én sem mondhatok mást, meg így is gondolom, oltani kell. Ez most az egyetlen egy megoldás arra, hogy ez a járvány megszűnjön, felszámolódjon. Kettő. A Magyar Önkartók Szövetség, a Budapesti Önkartók Szövetségével Orbán Viktornak egy levelet írt. Ebben kértük az együttműködési felületek kibontását. Az összes, ugye már hál' Istennek ez a szavazókörös dolog elvetésre került, hogy ugye nálunk van az a, a, kötelezően a, a házi háziorvosi ellátás, nálunk van a járóbeteg ellátás, tehát ezeket, a létesítményeket humán erőforrással együtt, hogy tudjuk együttműködéssel a legalkalmasabbá tenni az oltásokra. Itt elképesztő logisztika van. Ez nem olyan, hogy reggel fölkelek és azt mondom, hogy majd egy hét alatt beoltjuk a fél országot. Elképesztő sok vonzata van. Itt emberekről van szó, nem gépekről és nem tárgyakról. És, és, ebben rengeteget tudunk segíteni. Nem tudom, hogy a miniszterelnök úr elfogadja ezt az együttműködést. Rengeteg háborunk volt az elmúlt időszakban, most is, de ebben a kérdésben egy irányba kell tolni a Szeretnék lenni, és bízom benne, hogy a miniszterelnök úr ezt komolyan veszi, és leül tárgyalni abban, hogy hogyan tudunk ebben a logisztikában, a hétköznapokban, a mindennapokban segíteni. Ez most a legfontosabb, mindennél fontosabb. És akkor megint ott tartunk, Köszönjük. hogy az önkormányzatok fogják elvégezni Köszönjük. a kormány munkáját. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.